figyelemfelhívó rendezvényeknek igenis van létjogosultsága, mert a helyzetet fel kell ismernünk, ugyanis a szebb magyar jövő és a szebb magyar élet létrehozásának megkezdésében csak és kizárólag magunkra számíthatunk. Megállapíthatjuk sajnos, hogy az igazság hazánkban már nem számít, csak a jogszerűség. A jog pedig azé, aki meg tudja fizetni. És a bírósági gyakorlatban egyre többször kell ezért tapasztalnunk, hogy az igazság alul marad a joggal szemben. Ez lenne az a jogállam. Ez lenne az a demokrácia. Akart ezt közülünk valaki, hogy így legyen? Én nem hinném. Azért kell reménykednünk, mert magyarok vagyunk. A Fidesz és az MSZP tönkretette ezt az országot, és tönkreteszi ezt az országot, és a Jobbik pedig újjá fogja építeni. Ez kell, hogy legyen a reményünknek az alapja. Én ebben hiszek, ebből nem vagyok hajlandó engedni, ezért fogok küzdeni minden egyes nap. Kelet-Magyarországról nézve Zalát egy nyugati határszéli megyének tűnik, ahol magasabb az életszínvonal, gondolják Kelet-Magyarországon. Hát Zala megye megsíli a nyugat-magyarországiságát, az itt élő fiatalok tömegesen. Az országban legnagyobb arányban Zalából mennek külföldre dolgozni, naponta hetente ingáznak Magyarország, Zala megye és Ausztria között. Diplomás emberek járnak ki, meglehetősen alantas munkát végezni, 3-4-szer annyi fizetésért, mint amennyiért itt kellene, hogy dolgozzanak a végzett szakmájukban. Ez az egyik fő probléma, hogy kiürül a megye, és kiürülnek a falvak egyrészt az öregedés miatt, másrészt olyan kormányintézkedések, törvényalkotás nyomán, ami még nehezebbé teszi a falun való megmaradást, az életet. De maradjunk Zalában, miután ez a mi szűkebb hazánk. Zala igencsak apró falvas megye, itt található az ország legkisebb települése, de rengeteg a pár száz lelkes falu is. Az ezekben a falvakban élők sorsa megpecsételődni látszik, mert miben is bízhatnának már az itt élők, ha iskoláik sorra zárnak be, vasútvonalak szűnnek meg, földjeiket a külföldiek vásárolják fel, az önkormányzati hivatalok elérhetetlen távolságra kerülnek, a külföldön munkát vállaló fiatalok pedig többet nem térnek vissza a szülőföldjükre. Egyszerűen a falun való élet ma már büntetés, és a falu megtartó ereje, vidék megtartó ereje már csak egy szlogen szinten van. Gondoljunk csak városunkra is. Volt ruhagyárunk? Volt. Van ruhagyárunk? Nincs. Volt Zalahús, Zala Baromfi? Volt. Megvannak még ezek az üzemek, gyárak? Nincsenek. És hosszan sorolhatnánk. A magyar cukoripar, magyar növényolajipar, magyar söripar, minden már a múlté, mindent külföldről hozzunk be, miközben Magyarország és még majdnem Zala megye is önfenntartó tudna lenni. Hát ezeket a problémákat kellett, hogy érintsük itt Zalaegerszegen az itt élők előtt, mert sokan ezzel nincsenek tisztában, hogy üresedik ki a város meg a falu. Minden egyes településen, városban vagy akár kis településen magyar életmenetére van szükség, ugyanis a magyar élet jelen pillanatban kérdéssé vált Magyarországon. Egy parlamenti párt is arra kényszerül, hogy az utcán mondja el ezzel kapcsolatban a véleményét, mert a parlament teljesen kiüresedett, a Fidesz játszóterévé vált, az érdemi kérdéseket mindenféle vitanapba próbálják elrejteni, vagy pedig éjszakai órákra teszik a megvitatásukat, miközben a magyar társadalom, a magyar gazdaság, a magyar politika végveszélyben van. Egy nagyon súlyos államadósság tehertől nyögünk. Az Európai Unió folyamatosan kifoszt bennünket, gyarmatként használ, a magyar munkaerő elvándorol, a magyar emberek itt a saját hazájukban nem találnak munkát, a közbiztonság romokban, az egészségügy, az oktatás szintén romokban, az államigazgatás, az önkormányzatok nagy válságban vannak, tehát nem tudok olyan területet mondani sajnos, ahol ne lenne szükség a bátorító szóra, a reménykeltésre, és én abban bízom, hogy ez a magyar életmenete, ez nem pusztán a problémáink lajstromát teszi ki, nyilvánvalóan beszélni kell a problémákról, de arra is igyekszünk gondot és figyelmet fordítani, hogy beszéljünk a jövőről, a kivezető útról, mert Magyarország talapraállítása az egyáltalán nem lehetetlen. Nagyon fontos, hogy mindenki higgyen benne, vagy ezt a hitet, ezt a reményt megerősítse magában, mert magyarnak lenni az azt jelenti, hogy a legreménytelenebb helyzetekből is képesek vagyunk talapra állni. És ahogy az MSZP és a Fidesz tönkreverte azt az országot, úgy kell nekünk majd jobbikosoknak újjáépítenünk. Én sokkal fájóbb sorsot hordozok, mint azok, kik egy más világba vágynak, ahol nem tévnek rút, ijesztő árnyak, és nem hajszolnak testvérostorok. Feltámadást és jövőt jósolok azoknak is, akik élőn holttá váltak, és tüzet gyújtak minden élő gyásznak, mert őseim, a székely táltosok, mint rabombának kései utóda.
hitet oltok a csükket magyarokba, s a tüzet szítom a feltámadásig. Lesem a titkos égi jeleket, úgy biztatom bús, árva népemet. Jó szelek szállnak. Nem tart már sokáig.